Vas Albert a kastély árnyékában. Felolvassa Lukácsi Katalin. A felvétel 2002. márciusában készült. A négy szürke lipicai kanca úgy vetette a fejét, mintha tudta volna, hogy aki a szánkóban ül, nagy, farkasprémes utazóbundában, fülére húzott, csúcsos süveggel, zúzmarás bajusszal mozdulatlanul, mint valami szobor, az maga a főispán, a vármegye legnagyobb ura. Vetették a fejüket, rázták a nyakukba akasztott sokhangú zörgőt, melynek csüngői hosszú, piros szíjon sorakoztak egymás alatt. A szél kapdosta a kápákra akasztott rókafarkat, játszotta négy ló párájával, s egy-egy darabot belőle, mint zúzmarát, lerakott a gyeplőt tartó kocsis bozontos bajuszára, szemöldökére. A kocsis úgy ült ott a feketére fényezett szánkó bakján, sötétkék, zsinoros bundájában, magyaros süvegben, mint valami haragos öregisten. Birka bőrkesztyűs nagy kezeiben keményen fogta a négy ló gyeplőjét, nem nézett sem jobbra, sem balra, csak egyenesen a négy lóra, s a négy ló elé, a csikorgóra fagyott téli útra. Orra alatt két fehér jégcsap fityegett egészen az álláig, és száját is eltakarta. Zúzmarás szemöldökei fehéren ugrottak elő piros arcából, s e két sövény mögül két aporó kék szem figyelt előre, olyan színűek éppen, mint amilyen színe az égnek volt azon a napon. Egyetlen felhő sem látszott sehol. A levegő tele volt apró, csillogó kristályokkal véges végig, mintha maga a hideg fagyott volna meg a mezőség fölött. Pattant és sercegett szinte a levegő tőlük, s olyan volt az égbolt, mint egy óriási félgyöngy, melyből távoli tengerek kéksége tükröződik vissza haloványan. Olyan volt a mezőség a gyönyörű szín ég alatt, mint a halott. Semmi sem élt, csak egyedül a szamosújvári út, melyen néhány lomha bivajos szán mozgott fát hordva, s néhány fázósan siető gyalogos ember, s a főispán szánja. Két oldalt a dombok, s a völgyek itt-ott kiszélesedő öblei mind halottak voltak. Mélységesen fehér és mélységesen mozdulatlan hó fötte őket, s ez a hó olyan volt rajtuk, mint régi termekben a por, mely vastagon mindent eltakar. Tanúsága annak, hogy élet nem mozdul, akarat nem törekszik, még csak kóbor szellem sem kalandoz sehol. Fárasztó mozdulatlanság feszült a télbe temetett világon. Távoli gerinceken a behavazott erdők szálfái úgy állottak, mint valami jéggé fagyott őrség. Rétek, legelők, szántások, árkok, kertek és sövények összeolvadtak egyetlen mozdulatlansággá, s a szem, amelyik reájuk nézett, elfáradt, s az embernek sóhajtania kellett, s lépteit megszaporázta, hogy hamarabb hazaérjen. A négy ló szinte röpült a szánnal ezen a téli világon át. A főispán kényelmesen hátradőlt az ülésen, a prémes bunda és a prémes lábzsák kellemes meleget őriztek körülötte, arcát frissen verte az egészséges, kemény hideg levegő. A főispán jó hangulatban utazott. Öt nap hivatal után két nap pihenés otthon, így rendezte be az életét, józanul,
okosan, vágyak, célok, politikai viszálykodások felett örködő mértékletességgel. Örvendett az útnak, mely kemény volt és csikorgó, a szánnak, mely játékosan siklott fölötte, a lovaknak, melyeket csikókoruktól ismert, s melyek gyors futással hálálták meg a rajjuk pazarolt munkát és időt. Örvendett a levegőnek, mely éles volt és egyszerű, józan gondolatokat serkentő. A kocsis egyenes hátának, a zörgő egyhangú munkájának, a levegőben csillogó hidegnek, a délutánnak, mely dideregve már a dombokat nyaldosta, a domboknak, a mozdulatlanságnak, mindennek. Gondolatai terv nélkül szálltak, néha megakadtak itt-ott egy-egy magános fűszfán, egy-egy erdősarkon, egy-egy előtűnő falucska képén. Az élet delén túl járt már a főispán 40 és 50 között. Ilyenkor van legtöbb dolga a gondolatnak, mert előre is, hátra is, múltba is, jövőbe is messzire szállhat. Fiatalnak és ruganyosnak érezte magát, de bajusza hosszú volt már, és emlékei is hosszúak. A kor divatja szerint szakált is eresztett, s ez a gyér, barna szakál, mely puha volt, és egyáltalában nem akart hosszabbra nőni, amúgy is kemény arcát még idősebbé és férfiasabbá tette. Ez az arc keskeny volt, és napfénytől, vadászattól barnára cserzett, a pofacsontok egészen kicsit kiállók, és az orr keskeny, egyenes. Szemöldök egy ér volt, és a szeme apró. De ezeknek az apró szemeknek acélszínű tükrében belső gazdagság fény lett. Néha tréfa csináló jókedv villant, néha bölcs derű ömlött belőle. Máskor tompa volt, átláthatatlan és hideg, mint maga a tél. De tudott villámlani is, és lesújtani is, hogy akit ért, az összegörnyedt tőle, és belesápadt. Homloka magas volt, és oldalt gyöngéden domború. Az egyenes és lelkiismeretét rendben viselő ember homloka volt. Haját divat szerint középen elválasztva hordta, és nem engedte hosszúra nőni. Sőt, megkívánta, hogy tarkóján és fülei fölött rövidre nyírja a borbély. Jó nehéz szövetből készült ruhákat viselt. Magas gallért, arany kézelő gombokat és magas szárú gombos fekete cipőt. Középmagas vékony termetén, amely azért izmos volt és vívásra edzett, a ruha mindig kissé otrombán és nehézkesen állott. De ennek egyetlen oka az volt, hogy zsebeit tömött levéltárcák, szivartárcák és egyéb szükséges holmik tömték puffatra. Minden zsebnek megvolt az állandó lakója és minden holminak, amit magával hordott, az állandó zsebe, s ezeken a szokásain egy életen keresztül nem változtatott semmit. Este, ha lefeküdt, zsebeiből mindent pontosan kirakott az éjjeli szekrény márványlapjára, az arra alkalmas helyre. Elől az aranyórát, mögötte szivartárcát, gyufát, bicskát, szipkát, szipkaszurkálót, aztán pénztárcát, levéltárcát, zsebkendőt. Egyszer elromlott az órája, és óráshoz küldte. Másnap reggel, midőn felöltözött, és az éjjeli szekrényből mindent visszarendezett a zsebébe, hirtelen nyugtalanság fogta el. Érezte, hogy valahol valami nincs rendben. Sokáig álltott és tapogatta magát. Nézte, oly az éjjeli szekrény üresen álló fehér lapját. Nyugtalanul ült le a reggelihez. Nem ízlett a kávé, nem ízlett a szivar,
Mikor úgy érezte, hogy elérkezett az idő, midőn át kell menjen hivatalába, megszokott mozdulattal nyúlt mellén zsebéhez, ahol az aranyórát hordta. Ekkor jutott eszébe, hogy az órát javítani küldte, s hogy ez az, ami hiányzik. Egyszerre jó kedve lett, fütyörészve ment át a hivatalba. Kedvesen és mosolyogva köszönt vissza mindenkinek, s a hivatal szolgát nem szitta össze azért az almacsutkáért, amit a folyósó egyik sötét sarkában ledobva látott, hanem menet közben, mi kalapját átvette, csak ennyit mondott neki. Ha még egyszer ilyen mocskot látok, kihajítalak innét. Nem disznó lesz, fiam, hanem megye háza. Ilyen ember volt a főispán. Csengett a lovak nyakán a sok kicsi zörgő, ahogy cifra címeres hámjukban hegykén vetve karcsú nyakukat, futottak a szánnal azon a hótól és hidegtől mozdulatlan téli délutánon. Üres volt a szamosújvári út, alig mozgott rajta egy-egy erdőről megtérő bivajfogat. A bivajok hátára rongyos pokróc volt kötve a hideg ellen, a paraszt ott topogott mellettük csikorgó bocskorában, s verdeste a kezeit. A négyes fogat csengésre már messziről kitértek, egészen az út szélére hajtottak szinte-szinte az árokba már. A kocsis fönt a szántó bakján, mégis reájuk kiáltott mindannyiszor, mintha törvény lenne. Hopp! Zúzmarás nagy bajusza alól vastagon dőlt ilyenkor a pára, s az erdőlő paraszt ijetten ugrott a bivajai mellé. Ostornyéllel szaporán ütögette a fejüket, mintha azok hibáztak volna valamit, szegények. A főispán a dombokat nézte. Így hó alatt is régi ismerőse volt valamennyi. Idegen ember csupán egy bizonytalan, körvonalú, összefonódó fehér hullámzást látott volna, de Varjasi Gábor szeme meglátta rajtuk s köztük azt is, ami láthatatlan volt. Az emlékeket. Ott tólapul, nem is látszik. Nádját levágták, zsombékját a hó befújta. Rét is lehetne, legelő is, szántóföld éppen úgy. Kis sík felület, a szem éppen csak átszaladt fölötte, mint a nyúl. De nyáron külön világ. Sötétzöld nádasban naphosszat cserreg a nádirigó. Tükrének szélén gémek állanak, tocsogójában tők és oruca hápok. Ősszel iszap és áztatott kenderszag van, s mikor az első csillag keleten kigyúl, vadrécék suhognak át a töltés fölött. Ott fenn az erdő széles szürkeség, halott hideg, üresnek látszó. De a szürkeség mögött benn nyullapul és őzlépeked, róka oson és farkas sunyít, s fekete vaddisznók túrják a havat a makk után. Hányszor járt ott, ismer jól minden utat, tudja, merre tör ki a disznó, merre vált át a róka, minden út. Meg annyi vadász emlék, minden katlan, meg annyi élmény helye, s a dombok is kereken. Vidám nyulászatok tanúi fehérségük bokrost, kökényest, nyúlbújtató árkot rejteget, s nyáron vetések érnek és török búza zöldül. Mennyi eke szántott már végig ezeken a dombokon, mennyi boronat akart magot, és mennyi sok sarló aratott izzadva rajtuk. Ki tudhatná ezt? És ki tudhatná azt, hogy mennyi magyart rejtenek? Ki tudhatná azt? És ki tudhatná azt, hogy ezek a dombok magukban mennyi jó magyar csontot rejtenek? Jó volna mind előkotorni őket, életre hívni, kedvet lehelni beléjük az élethez. Jó volna bizony.
mert a temetőkben már-már több az idegen csont, mint a magyar. Jó volna összeszedni a csontját azoknak, kik szerte feküsznek, rég elhalt, küzdő magyaroknak, s a életre hívni nem is lehetne őket, de be lehetne keríteni magyar sírokkal a falut, jól bekeríteni, hogy a sok magyar fejfa megvédje a kevés élő magyart az idegen temetők és az idegen életek ellen. Bizony, olyanok ezek a dombok, mintha halottak lennének. Varjasi urak parancsára akasztottak először e két földjükbe, kérges jobbágy, öklök, tova Szamosújvártól egész föl Varjasig. Évszázadok alatt sok minden történt rajtuk, de más urat, mint Varjasit, nem szolgáltak ezek a dombok soha. Most mégis más szolgálnak. Nem is urat, hanem parasztot. Nem is magyart, abból is olát. Hogyan történt? Bizonyára rengeteg hibával, veszedelemmel, pusztulással, Isten csapásával. De legfőképpen hibával, sokkal. Mit lehetne ellene tenni? Isten tudja. Van idő apró földekkel, paraszttal törődni az ország sürgős nagy dolgai mellett. A szán megállt, a főispán fölrezzent. Mi a baj, Pista? A kocsis mély, rekettes hangon felelt vissza a bakról. Semmi, istállom, csak hadd szuszogjanak a lovak, itt vagyunk az Iványi dombon. Persze, az Iványi dombon. Itt az a rendje, hogy szuszogjanak egyet a lovak. Ő szoktatta rá a kocsisokat erre, ezt a Pistát is. Nézte a kocsis zsinoros hátát, sapka alól kilátszó bozontos üstökét. Lám, őszül már ez a Pista. Pedig alig idősebb nála, talán 4 vagy 5 esztendővel. Kint a tanyám volt béres az apja az öregnél. Gyermekkorukban ügyes játszótárs volt. Tudott fára mászni, ágatlan csupasz fára, úgy, mint senki. Azóta is, ha jó kedve van, gyakran megkérdi tőle. Na, Pista, tudnál-e még fára mászni? Pista elmosolyodik ilyenkor a bajusza mögött. Különösen, ha más is hallja a kérdést, el is vörösödik kissé a képe, és legyint. Öregedünk már mink is rendre, méltóságos báró úr, öregedünk bizony. Ezek a parasztok olyan hamar öregednek, az igaz. Hányan vannak hajdani játszótársak, akik hajlottan járnak már, s az arcuk ráncos, foguk kihult, hányan vannak hajdani cselédlányok, akik vígak voltak, s csintalanok egykor, nem is olyan régen. S most fekete kendős öreg anyókák, mellük beesett arcuk sápad, s ha kérni jönnek valamit, olyan alázatosak, s ijedtek, s a szemükben nincs semmi sem, ami emlékeztetne arra, ami volt. Talán az életükkel van valami baj ezeknek a Pista féléknek, mert dolgozni igazán nem dolgoznak sokat, egyforma rest valamennyi saját dolgában is. Egy dunántúli ember, vagy egy alföldi ember, de akár egy erdélyi szász egymaga elvégzi 3 mezőségi ember dolgát. És mégis vidám, piros arcú, és későbben öregszik. Az élet módjukkal lehet valami baj talán. Pistával a varjasi tanya béres házában még 4 testvér nőtt föl. 2 leány férhez ment, ma holnap unokájuk van. Az egyik fiú béres most is a tanyán, a másik kondás cegőtelkén. Pistának 3 fia van és egy lánya, ott laknak a lóistálló mellett, és egészségesek. Pista mégis öreg már, pedig alig haladta meg a 40-et. Ki érti ezt? Pedig a cseléd élete nem nehéz élet, ugyebár lakást kap, konvenciót, amiből megélhet, tehéntartást, hogy tej legyen a háznál, tüzelőt, ruhát, mindent. Malacot hízlalhat, semmi gondja nincs.
elvégzi a dolgát reggeltől estig, s alszik nyugodtan. Hogy terem a föld, vagy nem terem, jön a jég, vagy nem jön jég, kifagy a vetés, nem fagy ki, döglik a disznó, döglik a jú, döglik a marha, nem az ő gondja az. Ha minden vetés kifegy, ha az aratok csupasz szalmát aratnak, ha a vész egy szálig elviszi a kondát, vagy a métej a nyájat, azért ő éppen úgy megkapja magáét minden hónap elsején, mikor a tisztartó kinyitja a gabonás ajtaját, s egyenként szólítja a nevükön a cselédeket. Akit szólítottak, annak az asszonya kilép a többi közül, kezében a zsákkal, s az udvarbíró kiméri neki vékával a búzát meg a török búzát. A jó ember a tisztartós, nem kötekedős, nem okvetlenül durva, akkor a cselédnek is jó dolga van. El sem kívánkozik onnan, ahová befészkelte magát. Megül évről évre, megszokja azt a munkát, amit végez, szinte megszereti. Ha arra való asszonya van, lassan gyűjtögetni kezd, veszel egy kis földet, majd házat épít rá sárból, koldul hozzá nádat az úrtól, mikor látja, hogy jó kedve van, s azzal befedi. Lassan átköltözik a maga házába, még cseléd azért csak éppen a sajátjában lakik. Aztán, ha valami történik, új tisztartó jön, az új rendet akar, vagy ehhez hasonlót, akkor szépen kilép a szolgálatból, s a maga ura lesz. Szántja a földjét, itt-ott elvállal egy kis munkát melléje, s éldegél nyugodtan, amíg egészen megöregszik. Csak éppen az a furcsa, hogy korán öregszenek mégis. Lám ennek is a Pistának is már, hogy őszül a haja. A lovak megmozdultak. Fölvetették a fejüket, érezték, hogy a kocsis keze fölemelte a gyeplőt. Már indultak is. Játékosan rakták a lábukat, s a szánkó pehely könnyen siklott alá az iványi dombról. A domb alatt össze güzsürödve lapult a falu, ivány. Rendetlen udvarok, kis ferdeképű házak súfolódtak az út két oldalán, fölnyúltak egészen a domb tetejéig, ahol égnek meredő csupasz ágakkal öreg kőrisfa állott. Ezt a kőrisfát nézte Varjasi Gábor, míg a szán átsiklott vele a falun. Ezt a kőrisfát nézte, valahányszor erre vezetett az útja. Ott, ahol az a kőrisfa van, annak a lapos, nagy domnak a tetején valamikor a varjasiak vára állott. Régen volt az, már nyoma sincsen. Csak egyes egyedül az a vén kőrisfa. Ki tudja, ki ültette azt is. A falu valamikor a várhoz tartozott. Várjobbágyok laktak benne, magyarok. Művelték a varjasi földeket, őrizték a várat, szántottak és verekedtek, ahogy adódott éppen, s ahogy a parancs kívánta. Vajon ott is? Akkor is mi volt a hiba? A rendszer? A jobbátság? Bizony aligha. Ahol jó volt az úr, jó sora volt a jobbágynak is, ahol rossz volt az úr, ott rossz volt a sora. Túl rendszereken, így van ez mindenhol és minden időben. Jó jegyző, jó falu, rossz jegyző, rossz falu. Jó minisztérium fölemel egy országot, rossz minisztérium elpusztít egy népet. Az egyik ló megbotlott. A főispán összeráncolta a szemöldökét. Valahol hiba volt bizonyos. Lóban, kocsisban, útban, valahol hiba volt. Nézte a falut a régi várdomb alatt. Hogy felkúszott rá. Hogy ellepte. Mintha nem lett volna ott sohasem váruk a varjasiaknak. Ahonnan uralkodtak végig a tavak völgyén le Szamosújvárig. De nem is ez a baj, nem is ez. Idegen a falu egészen, ez a baj. Temploma sincs már, csak idegen,
s a magyar szót nem hallja már az ember. Vajon ki felelős ezért, nemzet előtt és történelem előtt? Isten? Sorscsapás? Vagy a varjasiak? A szán elhagyta a falut, dombra kapaszkodtak. Fent a hegyoldalban falu látszott megint, román falu, császár nevét hordta. Császár vett el ezeket a földeket, valamikor a rebellis varjasiaktól, s telepített reá hű románokat, hogy szolgálnák őt a magyarok között. Ivány is így járt, és sok falu még, mert rebellisek voltak a varjasiak mindig, tüzesek, verekedők és ritkán okosak. Nem tűrtek idegen urat maguk fölött, kaptak hát idegen cselédet. S most bocskoros ember állt az út szélén, s levetett süveggel nagyot köszönt a főispán úrnak. Szaromon alá Mariászá. A főispán bosszúsan köszönt vissza magyarul. Adjon Isten! Mindegy ez. Azzal, hogy magyarul köszön vissza, még nem nyert csatát. Az is mindegy, hogy ki volt felelős. Mindenki hibás volt benne bizonyára. A magyar jobbágy éppen úgy, mint a magyar úr, s mint akár a császár, vagy bárki más. Mindegy, megtörtént, de most vége legyen, s vége van. Senki nem hiszi ezt jobban, mint éppen ő. Vége van a hét szűk esztendőnek, mely fél évszázadokig ült a magyarok fölött. Változtak a csillagok. Újra fölfelé halad a magyarság, fölfelé az európai műveltség útján, föl a nagy európai nemzetek közé. Mert mi volt a hiba? Két végletre szakadt a magyar. Csak paraszt volt és úr. Az egyik nagyon lent, a másik nagyon fönt. A kettő között semmi. Hát most ez a semmi lassan föltelik, föltöltődik, erős polgári társadalom alakul, virágzóipart és kereskedelmet fejleszt, városokat épít, kultúrát virágzik és gazdagságot terem. Lassan megtelik az ország dolgozó magyar polgárral, aki semmibe sem marad mögötte a német, angol, francia polgárnak, sem észben, sem tehetségben, sem pedig szorgalomban. Néhány falu elveszett a mezőségen, majd nőnek helyette városok, itt is, ott is, vasúthálózat köti össze őket. Nyílt út vezet a tengerig, melyen a magyar kereskedelem hódító útjára indulhat, mint hajdan Attila a világ ellen. Fejlett közigazgatás, erkölcsös vezetők, nemes célokért hevülő ifjúság, szorgalmas ipar, tiszta kereskedelem, sok gyermekes, jó módú polgárság. Ez a magyar jövendő. Ezen az úton halad az ország, Istennek legyen hála, s ez az egyetlen út, melyen haladnia kell. Hogy vannak ellenségei még a magyarnak? Vannak hát, s baj lenne, ha nem volnának. Gyönge ember az, akinek ellensége sincsen. A bécsi ellenség, azzal majd megbirkózik a magyar föld. A tudományosabb gazdálkodás, azzal majd megbirkózik a magyar iparos, ha jobb árut készít, mint a bécsi mester. Azzal majd megbirkózik a magyar kereskedő, ha pontos lesz, és megbízható, fürge és élelmes. Azzal majd megbirkózik, azzal az ellenséggel, békés fegyverekkel, a haladás fegyverével maga a meggazdagodott ország. A másik pedig a befurakodott és elszaporodott idegen paraszt, hát az majd megmaradt parasztnak, túrja a földet tovább, faekével, úgy, mint nagyapái. Tudományos gazdálkodásra ránevelt magyar paraszt majd fölvásárolja később földjeit, s vagy fölszívódik közéje, vagy szétvándorol munkát keresni, és eltűnik észrevétlenül úgy,
ahogyan jött. Így lesz ez persze, másképpen nem is lehet. A dombra hidegverő fény szikrázott a délutáni nap. A főispán engedte gondolatait, hadd távozzanak el messzire a hóba temetkezett nyomorúságos mezőségi falvaktól, csapongjanak kedvük szerint épülő vasutak és fejlődő városok között, és fürödjenek a biztos jövendő dicsőségében. A dombról látszott már a nagy tó völgye, s fölötte távol a Torliget. Ez már az ő erdeje volt. Míg kényelmesen hátradőlt meleg farkasbőr bundájában, már látta a majdnem épülő vasutat, mely a Torliget fáját gazdag városok felé viszi. Nyugodt volt a főispán, és elégedett. A völgy kitágult, már a tó mellett szaladt a szán. A gondolatok közt hirtelen zavar támadt, a távoli nagy elképzeléseket, mintha apró, neveletlen suhancok zilálták volna szét. Széles fehér abroszán emlékek szaladtak szembe régiek, s a főispánból gyermeket csináltak. A tó. Térképen hódostónak hívják, az emberek varjasítónak. De ők csak úgy, a tó. Valamikor egészen tisztán emlékszik még rá, ilyennek képzelte a tengert, ilyen nyugalmasnak, ilyen zöldeskéknek, ilyen fodrosnak. Ez akkor volt még, mikor egy régi nyáron először hozta őket erre a szekér, őt és Ilonkát. Kolozsváról jöttek dombok tetején haza. Vérszaga volt a világnak akkor, mindenki hős volt vagy áruló. 1850-et írtak. Úgy vágytak már a városból haza, minden dombon megsürgették a szekerest, borzalmasan hosszú volt az út. Ők Ilonkával hátul ültek szénából a rakott ülésen. Szűkszavú ember volt a kocsis, Andrásnak hívták. Kérdésekkel rohanták meg, mi van otthon? Virágzanak a fák? Fiasztak a nyulak? Fészkel még a rigó a kertben? Legtöbbet Ilonka kérdezett, még nem tudta azt, amit ő már tudott akkor, vagy sejtett legalábbis, elejtett szavakból, suttogásokból. Hogy a kastély leégett, és hogy semmi nincs már úgy, ahogy volt. András kurtán felelt, rekedten és rosszkedvűen, virágzanak, ahol tudnak. Haszé, ha van még nyúl, hogy ne volna rigó is, ha van kedve fütyülni ebben a világban. Az erdőt már megismerték. Tudták, hogy alatta túl a dombon, ott van a falu. A falu, a kastély, a kert, és minden, ami egyetlen szóval otthon. Aztán a dombra értek, és látták, a kert fái között üres falak meredeztek az égre, piszkosak voltak, és feketék. Szemük kitágult, nem szóltak semmit, csak összebújtak ketten, ő meg Ilonka. S a szekér elhaladt a régi kert mellett, mely kerítés nélkül állott, s olyan volt, mint a gazdátlan szomorúság. Nem fordult be a megszokott útra, elhaladt a kert mellett, s át a falun, keresztül a réten, s a tó mellett, betért a tanya felé. Szépségesen szép volt a tó. A nádas susogott zölden, és rigók meg poszáták énekeltek benne. A kaszáló füvek tele voltak virággal, s a nagy sárga pillangók szállottak a virágok fölött, könnyen és vidáman. A nagy víz kék volt, s fodrain csillogott a napfény. Olyan szép volt minden. Az egész nyár ott a tó körül,
a fürjek pitypalattya, a jó langyos gabonaszag. Olyan szép volt, hogy egy pillantás alatt elfeledték a kertet, s a kormos borzasztó falakat, s kitágult szemmel néztek föl a dombra, ahol már az új otthon látszott, a tanya. Istenem, a tanya. A két öreg ott állott a diófa alatt, amikor megérkeztek. Öreg, milyen furcsa ez a szó. Talán annyi idősek sem voltak éppen, mint ő most. Fiatalok voltak, bátrak és erősek. Vesztett világuk helyébe két kezükkel készültek építeni újat. Szegények. Az életnek mennyi csúf kalandja esett meg velük, s volt erejük mégis újra, meg újra elkezdeni mindent. Mi adja az embernek ehhez az erőt? Sosem felejti el. Ahogy akkor álltak ott a tanyai diófa alatt. Szűk volt az udvar, apró volt a ház, de rend volt és tisztaság. Nyugalom és békesség, céltudatos akarat és egyszerű élet. Ők ketten gyermekek. Idegenül nézték a házat. A külső szobában vert agyagból volt a padló, mint cselédeknél szokott. Ilyen volt a konyha is, csak a belső szobának és annak, amit számukra építettek, jutott deszkapadló. Deszkapadló, új és sárgásfehér, gyantaszagú, friss. Még látszott hézagaiban a gyaluforgács, bizony, aki csinálta, nem sokat értett hozzá. Emlékszik arra is, hogy az első vacsorán teljes puliszka volt. Ilonka nem akart enni belőle, már-már lebiggyett a szája, és ő akkor azt mondta, emlékszik tisztán. Algas, szegények vagyunk. Emlékszik. Az öregek összenéztek. Apa szomorúan, anya keményen, összeszorított szájjal, s anya felelt is. Bizony, mondta, szegények vagyunk. De nem volt sóhajtás a szavában, büszkén mondta, mintha dicsőséget mondana. Igen, úgy mondta éppen, s azután is mindvégig dicsőségképpen viselte az egyszerű sorsot és az egyszerű környezetet. Akkor is, mikor már gazdagok voltak megint, mikor már mód lett volna újra szebb házra, jobb bútorokra, méltóbb életre. Ez volt az a pont, ahol ő és a szülei elszakadtak egymástól. Igen, egyedül ez volt, amiben nem tudták soha megérteni egymást. A két öreg sohasem tért többé vissza oda, ahonnan az élet kiborította őket. Nem tudtak, vagy nem akartak? Talán mind a kettő. Mikor már mindenük megvolt, még több volt, mint azelőtt, mikor már módjuk lett volna, jussuk lett volna, sőt, szinte kötelességük lett volna visszatérni a régi élethez. Kastélyhoz, libériás inasokhoz, négy lovas hintóhoz, ők akkor is megmaradtak nemzetes úrnak és nemzetes asszonynak ott kin a tanyán. Nem építették föl újra a kastélyt, nem nyitották ki a kolozsvári házat farsang idején, bálokat nem adtak, négyes fogaton nem jártak, mint máskor. Nem élesztették föl a család hírnevét, mint mások, pénzzel, szórakozással, pompával. Vajon mi lehetett ennek az oka? Talán megszokták már az egyszerű élet kényelmeit. Hozzánőttek a földhöz, vagy elvesztették kedvüket a hosszú és kínos esztendők alatt?
Talán belül a lelkükben történt valami, amiről nem lehet tudni, valami, ami nem engedi, hogy újra föltámasszák azt a múltat, amiben növekedtek, és amit elveszítettek hirtelen. Nehéz azért megérteni őket. Az a megszólítás is, nemzetes úr, nemzetes asszony, ma mindenkit, aki egy rangba van velük, méltóságosnak címez a cselédség, a társaság és a hivatalos élet. Csak ők ragaszkodtak magacsul ehhez a régi megszólításhoz. Mi ez? Magadság? Vagy valami egyéb? A főispán gondolkozott, homloka ráncokba szökött. A főispán rosszkedvű volt. Hordolt egyet az út. A tó mögött, a dombon föltűnt a tanya. Békésen és szelíden állt ott. Kéménye füstölt, a füst egyenesen szállt fölfelé, mint egy Istenhez igyekvő üzenet. A ház mögött zölden álltak a fenyők, és magasan. A kerti gyümölcsfák egyenes sorai, mint éles nyilak fúródtak a fehér hómezőbe. Mozdulatlanul álltak a hatalmas istállók, és a felhajtó út mentén a cselédházak két sora. A főispán szeme a tanyát kutatta. Nem mozdult semmi odafönt, mintha egy alvó világ volna. Fejében megragadt ez a gondolat. Kinyílt, szétterpeszkedett, és képeket varázsolt. Igen, alvó világ. Ez az, amit eddig nem tudott megfogalmazni, most rátalált a helyes nyomra. Alvó világ. Alusznak az öregek, és álmodnak, és alszik körülöttük az élet, és álmodik. A harcot álmodják, ami volt. És a leveretést, ami volt, álmodják a küzdést, amiben belefogtak önvédelemből. És már nem tudtak fölébredni, nem látják, hogy nincs többé szükség önvédelemre, csak a küzdés már fölösleges, és egy kicsit olyanok, mint a jó Don Quixote, aki ábrándos lovag magyar változatban. Igen, ilyen a tanya élete. A birtok felét maguknak tartották, s azon őrzik a régi szokást és a régi rendet. A küzdés szokását. Mindig sarkában lenni a cselédnek, semmit sem bízni másra, mindent személyesen végezni el. Ott állni az abrakolásnál és az itatásnál. Hónap elején személyesen osztani ki a cselédek járandóságait, órák hosszat állni a gabonásban rostáláskor, s számtásnál vetésnél ott ácsorogni naphosszat a tábla széliben. Az önvédelem rendjét nem bízni soha másban. Nem tartani gazdatisztelt intézőt, aki a számadást csinálja, egyetlen botos ispánnak személyesen ügyelni mindenre, minden szem gabonára, minden csepp tejre, minden szál fára, minden begyűlő krajcárra. Ezt ma már nem csinálja senki. Nagymamák ma már nem húznak csizmát, hogy utána járjanak a béresnek. Nem állanak oda kupecekkel alkudni, veszekedni. A világ fejlődik, kultúra, civilizáció, békés társadalmi rend. Vagy talán csak azért különös minden, mert ma már nem csinálja senki. A dámák farsangolni járnak, szalont tartanak. Tejára hívják egymást, így töltik az időt. Az urak vadásznak és politizálnak, kártyáznak a kaszinóban, és vitatkoznak az ország dolgain. Egy új világ nyílt. Európa bevonult Magyarországra,
S ezt nem látja a tanya, nem látják az öregek, alusznak igazán. A társaságban anekdótákat mesélnek már arról, hogy az ő anyja, az öreg varjasi báróné miképpen káromkodik, ha cselédei rossz fát tesznek a tűzre, s a tolvajokat maga veri meg agarászos torral. Néha valósággal szégyenkezni kell ezekért a tréfákért, amik így hangzoznak el szalonokban, ebédlőkben, kártyaasztalok mellett. Meg, hogy az ő apja zsinóros ruhában jár, mint valami régi családi kép vagy urasági inas, s ha nagy ritkán bejön a kaszinóba, vagy valahova az urak közé, egyebet sem tud mondani, mint hogy a világ rossz úton halad, s hogy jaj azoknak a fiaknak, akik feledni tudják, amit apjuk a maga bőrén tanult, s megcsókolják a kezet, mely apjukat ütötte. Hát igazán nem látják az öregek, hogy itt másról van szó. Nem apró tusakodásokról, sértődésekről, marakodásokról, egy összefogó nagy gondolatról van szó, mely magyarrá tesz mindenkit, aki ebben az országban él, még akkor is, ha ellenség volt, még akkor is, ha szót sem tud magyarul. Nem értik meg a Szent Istváni ország nagy gondolatát. Tudással, kultúrával, gazdagodással, meghódolásra kényszeríteni végre a gőgös nyugatot, hogy ismerje és tisztelje a magyart. Csizmásan, istálló szagú bekecsben egy tanya udvaráról nem lehet előbbre vinni az ország dolgait. Nem bizony. A főispán nézte a tanyát, a tanya nem nézett vissza rá. A nap aláhajlott a Dobói hegy mögé, kék hideg árnyék nyúlt végig a völgyön, s párát bontott a tanya fölött szürkét hideget. Az út kanyarodott, és feltűnt a kastély. A főispán elmosolyodott, és jó kedve visszatért. A tanyát elnyelték mögötte a dombok. A kastély büszkén állott a hegyen. Piros cseréptetője messzi világított. Új volt még. Kéményeiből vastagon omlott a füst. Közte és a falu közt feketén lett a kert, akár egy széles, biztonságos sövény. A főispán feltűrte a bunda gallérját. Orrán s fülén hideget érzett, a nap lement. A fagy maradt az úr, egyedül a földön. Hát igen, a kastély, ez már az ő műve, hiszen igaz, igaz. Szép volt az is, amit a tanyán csináltak. Szép és romantikus. Semmiből újra vagyon lett, az elharácsolt földre rendre visszakerültek, meghíztak, termőbbé lettek. Szaporodott az állat, megnőtt a vagyon. Szép és nagy dolog persze az is, az öregek megálltak jól a helyükön. Na de a kastély, az más. Ősszel egy angol miniszter járt itt. Megdicsérte a kertet, a tavat, a vidéket, a kastély ablakából. A hintóból kiszállva megcsodálta a benszülöttek nádfödeles viskóit. Kedves volt, így mondta, benszülöttek. Vajon a tanyai ház ablakából is szépnek látta volna a tavat? Bizonyára nem. S ha négy lovas hintó helyett zörgős szekér ment volna elébe az állomása, talán ki sem száll a vonatból. S mindjárt nem lett volna olyan érdekes a benszülöttek nádfödeles háza, ha maga is olyanba kellett volna lakjon. De így eljött, itt volt, megdicsérte a vadászatot, jól érezte magát, megismerte a magyarokat, a magyarokat. Igen, a magyar urakat. Sokat közülük minden esetre. Akik ott voltak a kaszinóban, azon a vacsorán. Akik eljöttek a vadászatra.
akik innen tovább hívták és tovább vitték más kastélyokba le a Maros mentén, s ki tudja még hová. Hát ezért kellenek ezek a kastélyok. Mert Angliában is vannak, s mert mindenhol vannak, amerre civilizált emberek élnek. Ez az, amit nem értenek a tanyán. Igen, a kastély, ez az ő műve. S ha semmi egyebet nem is csinál többet, ez az egy, ez már túléli őt. Ezért már érdemes volt megszületni. Ott épült majdnem pontosan azon a helyen, ahol a régi állott. Istenem, milyen is volt az a hely, amikor nekifogtak. Romok és romok. Gaszfészek, szemét, csalánerdő. A kertet legelőnek használták, fáit kilopták, út, kerítés sehol. Csak ösvények mindenütt, ahogy a falubeliek egymáshoz átrövidítettek a dombon keresztül. Aztán nekifogtak, és fölépült. Sok pénzbe került, az igaz. Kölcsön vettek föl a birtokra miatta, és berendezést Erzsébet hozta. Erzsébet, ez a nagyszerű asszony, a legcsodálatosabb dáma. Mindent ő vezet. Mindent ő irányít, a háztartást, a rengeteg cselédet, a kertet, mindent. Hogy tudja ő ezt? Egyetlen kis kézmozdulat, s az inosok már értik és ugranak. Egy porszem sincs soha, sehol. A libériák olyanok mindig, mintha akkor készültek volna, bármikor érkezhet vendég nappal vagy éjszaka, soha fejvesztettség, soha kapkodás, mint máshol. Erzsébet éppen egy percre eltűnik mosolyogva, aztán visszajön és megy minden rendben, zajtalanul, hiba nélkül. Csodálatos asszony. Egy gyalogos ember jött az úton. Alázatosan nagyot köszönt. Anyai cseléd, megismerte. Gondolatai irányt változtattak. Milyen is lenne Erzsébet csizmában, bekecsben, agarászó ostorral, el sem lehet képzelni. Amint béresekkel veszekedik és káromkodik, Erzsébet. Hangtalanul nevetett. Nem, ezt igazán nem lehetne elképzelni. Igen, így van ez jól. Haladni csak előre lehet, és csak fölfelé. Soha vissza, soha le. Isten őrizzen attól. A régi varjasiak csináltak, amit csináltak. Bizonyára derék emberek voltak, és jó hazafiak, ha arra került a sor. De a család jövője csak most van igazán megalapozva. Itt van ez a kastély, és ez a birtok. Ehhez jön majd a tanya és a birtok másik fele. Meg a kolozsvári ház. Erzsébetre is jut még, azon majd házat vesznek Pesten vagy Bécsben talán. Van a három gyerek. Margitka férjhez megy, ha az nem sokat számít. Gondoskodni fog, hogy szép hozománya legyen, persze csak pénzben. És a férfit is megnézi majd alaposan, aki el akarja venni. Hogy arra való legyen. Valami tanyai félparaszt, ne merjen szemet vetni rá. Művelt legyen a fiú, okos és gazdag. Társaságban forgolódó, külfölddel ismerős. A két fiú közül az egyik diplomata legyen, vagy politikus, közjogász, vagy amihez kedve van, csak szabad pályát válasszon, művelt és úri pályát. Talán Istvánka lesz a nagyobbik. Ő a sikmulékonyabb, kevésbé indulatos is, mint az öccse Gábor. Alig 6 éves, és már ír, olvas folyékonyan. Szeret tanulni. Igen, talán ő lesz az, aki a varjasi nevet megcsillogtatja majd a művelt világ előtt. A másik legyen gazda,
de nem ilyen földön túró, tanyai, tanult, művelt, külföldi oskolában végzett gazda legyen, aki éppen annyira kereskedő is, és éppen annyira iparos is, mint amennyire gazda. Hogy nőjön meg kezében a vagyon, hatalmasodjon el, s lehessen biztos alapja évszázadokra a Varjasi családnak. A főispán elégedetten hátradőlt. Igen, így kell lesz csinálni. Nyugodt volt, biztos volt, büszke volt. A szán elérte a szélső parasztházat, és már benn volt a faluban. Hát igen, a falu. Alapjában véve nem sokat változott az utóbbi időben. A főispán kutató szemmel nézett végig a házakon, a házak éppen olyan morcosak és rossz kedvűek, nádfödelük erre-arra billen, udvarokon rendetlenség. Igen, az angol csodálkozhatott, s mondhatta azt, hogy benszülöttek. A falun nem látszik meg, hogy kastély épült fölötte. Azaz, mégis, itt van például a bolt, mindjárt a sarkon. Ilyesmi nem volt eddig. Valahonnan jött egy kis vörös zsidó, Móricznak hívták, de a falusiak egyszerűen csak Áziknak nevezték el, mert mikor megjött, s még senkit, semmit nem ismert, fölment a dombra, s nézte a pallérokat, hogyan építik a kastélyt. Zápor jött, a pallérok behúzottak rögtönzött födeleik alá, de a kis vörös zsidó csak áll tovább az esőben, s nézte a félig fész falakat. Ázik a zsidó, mondta egy jókedvű pallér, a többit továbbadta, s a név reáragadt. A zsidó pedig csak állt és nézett, s amikor elállt az eső, és a pallérok újra dologba álltak, még mindig ott áll. Akkor megkérdezte az egyik, mit nézel, zsidó? Csak gondolkoztam, felelte az. Ugyan, micsodán gondolkozhatsz itt az esőben ilyen sokáig? Hogy mi hasznom lehetne nekem ebből, amit maguk itt építenek? A pallérok nagyot nevettek a bolond feleleten, a zsidó pedig lement a faluba, jött-ment néhány napig, aztán egyszer csak kibérelt egy lakatlan kis házat, és boltot nyitott. Lehetett nála vásárolni mindenfélét, ostornyelet, szappant, patkószeget, kis tükröt, hajba való pántlikát, még szagos vizet is. Akinek nem volt pénze, attól elfogadott gabonát, csirkét, gyapjut, amit adtak. Így élt. És egyre nőtt a boltja, s egyre több mindenfélét lehetett kapni nála. Most már Erzsébet is vele hozatja a házi apróságot, ami kell, s ha nem tojnak a tyúkok, tőle vásárolja a tojást. Jól fog a gazdaságnak is, hogy itt van kéznél. Vasat a kovácsnak, zsindelyszeget, sót és sok egyéb minden tőle vásárol a tisztartó. Fejlődéshez kérem, kereskedelem. Meg aztán itt van mindjárt mellette a posta. Nem haladás ez is? Régen cipetyék vitték a leveleket egyik udvarból a másikba, ha kellett, Kolozsvárra is. Most mindez jön magától. Hozza a posta, viszi a posta. Egy fuvaros hetenként háromszor behajt Szamosújvárra, viszi azt, ami összegyűlt, s hozza azt, ami ide szól. Aztán van jegyzőség is. Indul a polgárosodás, fejlődik a társadalmi élet. Már van a faluban jegyzőcsalád, tanítócsalád, kereskedőcsalád, van postás kisasszony, van segédjegyző, mint a polgárság képviselik Varjason a magyar polgárságot. Vasárnap kiöltözve lehet látni őket az utcán, építik a maguk kispolgári életét a faluk makacs testében, míg egyre többen lesznek, egyre műveltebbek lesznek,
s végül megtanítják emberi módon élni a parasztot. Hogy egyelőre a jegyző tanult meg románul, s gombos cipője helyett csizmát kellett húzzon a sár miatt, hát persze-persze sosem könnyű, na de majd. A jegyző egyébként rendes és igazságos ember, nem tesz különbséget a falubeliek között. Mindenki egyforma polgára ennek az országnak, akár magyar, akár román. Egyformán fizet adót, egyforma jogai vannak. Senki se érezze azt, hogy különbséget tesznek közte és más ember között. Erre ő figyelmeztette a jegyzőt, és az ügyel rá. Csak kétféle ember van, mondta a jegyzőnek. Derék ember és haszontalan ember. Aki derék ember és igyekvő, azt emelni kell, aki hitvány, azt lenyomni. Hogy alakuljon át, vagy pusztuljon el. Cél az, hogy becsületes, szorgalmas és engedelmes polgárai legyenek az országnak. Hogy milyen nyelven beszélnek, az most nem olyan fontos. Érezze jól magát mindenki, gazdagodjon, legyen megelégedett. Akkor fejlődik az ország. Ami a többi dolgokat illeti, nyelv, nemzetiség, az majd jöhet azután. Rendre. Ha éppen szükséges. Az ostorhegyes hangosan fölnyerített, s a négy ló fölemelt fejjel befordult a kerti kapu. Csak úgy röpült a szán a kanyargós kerti úton fölfele. Otthoni istálló szagát érezték a lovak, siettek. A főispánt elhagyták a gondolatok. Nézte a hóba öltözött kertet, a fenyők sötét-zöld ága meghajolt a súly alatt, itt-ott szánkónyomok látszottak, ahol a gyerekek játszottak délben. Egy-egy fordulónál kibukkant a kastély, s eltűnt megint. A főispán mosolygott a szánon. Otthon volt. Minden héten örvendett a hazatérésnek. Tudta, hogy otthon mindig rendben talál mindent. Mikor a kastély elé hajt, a följáró lépcsőjénél ott áll már a tisztartó, mögötte az inas fehér kesztyűsen. Ő kiszáll, kezet fog tisztartójával, az alatt az inas leveszi a podgyászt. Na, mi újság, brencsák? Kérdi, s a tisztartó recsegő, mély hangon válaszol. Nincs semmi baj, méltóságos uram. A hízók esznek, jól. Pusztulás nincs, Istenem. Legyen hálás, a süldők szépek, az ökröket pihentettem, két tehén leborjadzott. Közben ő felmegy a lépcsőn. No, jól van, brencsák, bólint vissza onnan, majd holnap megnézek mindent. Azzal belép az ajtón. Az előszobában lefejti róla az inas a bundát, ócipőit lehúzza, a halban ott várja Erzsébet, megcsókolják egymást. Na, hogy utazott lelkem? Volt elég bunda? Nem fázott? Nem fáztam, de hogy fáztam, jól utaztam, hogy ne. Hogy vannak a gyerekek? Jól vannak, egészségesek, hála Istennek. Fölmennek együtt a piros szőnyeges falépcsőn. Dolgozó szobájában oda van készítve az asztalra a meleg bor, szivar. Szeme végigfut a szobán, minden rendben van, a puskák, a szokott helyükön állanak, az íróasztalon minden úgy van, ahogy hagyta, sehol egy szem por, sehol rendetlenség. A kandallóban ég a tűz, lángja megvilágítja a falakon az agancsokat, medvebőröket. Szobord, szivarra gyújt. Beszélnek erről, arról.
ki járt itt azóta, kikkel találkozott ő Désen, Kolozsvárt, Budapesten. Aztán lassan átmennek a szobákon. Az ebédlőben már terít az inas, a sötét, magas támlájú székeken. Szigorúan állnak a nagy súlyos asztal körül, melynek közepén ezüst gyertyatartóban 5 szál gyertya ég. A falról arcképek néznek. Van köztük 3 Barabás, Erzsébeté mind sajnos a varjasi ősökről nem sok kép maradt. Van néhány értékes régi festmény, azokat ő hozta külföldi útjairól. Sok pénzt adott értük, de nem sajnálja. Az ebédlő után a szalon csupa klasszikus bútor, összeillő és hangulatos. Erzsébet állította össze. Balra tőle van egy kisebb szalon, ez az Erzsébeté, rózsaszín ampír az egész, a falon néhány könnyű francia pásztoridill. Ezen túl folyósó jön, vendégszobák, s a déli szárnyon a gyerekek. A hálószobák túl vannak, mindjárt a dolgozószobából nyílik az övé, s az Erzsébeté mellette külön egy ajtóval a halra. Ennek a szobának kis erkélye is van, nyáron tele virággal. Látni lehet onnan a tavakat, akár csak a szalon erkélyéről, s az országutat. Szamosújvár felé. Ott üldögél Erzsébet nyári estéken, amikor hazavárja. Végig mennek majd a folyóson, s benyitnak a gyerekekhez. A játék zsivaja abba marad, egyenként odajönnek és kezet csókolnak. Ő mosolyogva végig simít a fejükön, és minden zsebéből előkerül valami apróság, aminek örvendeni tudnak. Újra kezdődik a játék, a zsivaj, a hancúrozás. Ő félre áll a kemence mellé, szívja a szivarját, és elnézi őket. Istvánka már nagyobb. A játékot ő irányítja. Margitka engedelmeskedik neki vakon, de a legkisebbik, Gábor, minduntalan ellenszegül. Hőg és dulakodik. Ha nem úgy történik minden, ahogy ő akarja. Igen, Erzsébet jól neveli őket, csak éppen Gábort kényezteti kissé kellettnél jobban. Igaz, Gábor még csak 3 éves, de azért kurtán kell tartani a gyermeket, szigorúan és igazságosan, hogy nevelődjék hozzá az élethez. Szokja meg, hogy törvények vannak és kötelességek, amiknek engedelmeskedni kell. Csak így lesz ember belőlük. Igen, csak így. És ő azt akarja, hogy azok legyenek. Emberek. Nagy emberek. Hatalmas emberek. Józan, okos és bölcs emberek. Tisztálátású emberek. Művelt emberek. Európai emberek. Igen, ezt akarja. Föltétlenül és mindenáron ezt. Ha kell, saját akaratuk ellen is. Na de, talán mégsem lesz szükség. Ebben a percben fordul be a szám. Párásan és zúzmarásan, kevés csengő szó mellett a kastély elé. A feljáró lépcsőjénél ott áll rókabőrös bundájában a tisztartó, és mögötte fehér kesztyűvel az inas. A főispán elmosolyodott. Otthon volt.